Pozsonyban születtem 1910-ben. Így aztán sok mindent láttam az életben. A monarchiát, a két háború közti Csehszlovákiát, a holokauszt borzalmait, a szocializmus 4 évtizedét, és végül az önálló Szlovákia megszületését. És hogy mit tanultam én mindebből? Hát azt, hogy egy jó nyaralást semmiért sem szabad kihagyni. A családomban mindenki 3 nyelven beszél. Magyarul, szlovákul és németül. A monarchia ideje alatt a család gyakran ment Karlsbadba nyaralni. Itt középen a nagyapám áll. Amikor iskolás voltam, itt vagyok az osztállyal 1925-ben. A szünidei sportolás elengedhetetlen volt. Én nagyon szerettem a makabi játékokon részt venni, mint amilyen ez itt. Akkoriban a tenisz volt a mindenem. És hadd mondjam el, hogy ez jó alkalmat adott arra, hogy fiúkkal találkozzunk, amint itt is látni lehet. Persze nem ártott már akkor sem, ha az ember szép fürdőruhát hordott a Dunára. Mint például ezen a 29-es képen. És azt is nagyon élveztem, amikor barátokkal lementünk nyaralni a Balatonra. Persze nem kell azt gondolni, hogy az élet csak szórakozás volt. Én középosztálybeli családból származom, de azért el kellett menni dolgozni. Telente ettől függetlenül még eljártunk síelni a barátaimmal a Tátrába. Nyaranta pedig az Adriai tengerre, a Báziába, mint ezen a 36-os képen. Ott vízisíztem. Életem szörnyű éveiről persze nincs képem, és nem is szeretném, ha lenne. Az apám, az anyám, a férjem, minket mind együtt deportáltak. De én voltam az egyetlen, aki visszajött. Aztán újra férjhez mentem, egy csodálatos emberhez, Bratislavához. És lett egy lányunk, Anna. És van egy unokám is. Már elmúltam 90, de ma is megpróbálok csinosan öltözni. Bár az életem már egyre kevésbé szólhat a sportról. Katarina Loefflerova 95 éves korában, 2006. januárjában halt meg. Ő volt a Szlovákiában élő legidősebb zsidó. Nagyon fog hiányozni a családjának, a barátainak és a zsidó hitközségnek is.